Én hiszek abban, hogy egy jó beszélgetéssel igazán közel kerülhetünk a beszélgető partnerünkhöz. Bízom abban, hogy a beszélgetés végére nagyon sok mindent megtudunk Tündiről, illetve arról, hogy miért lesz valaki például szertartásvezető, és mit jelent ez a gyakorlatban. Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a beszélgetést velem. Légy szíves, segíts, hol vagyunk most, mi ez a helyszín? Köpörgúton vagyunk éppen, a Barusz rendezvénysátorban, ahol már sok szép szertartást levezettem. Talán az érdekli leginkább az embereket, hogy hogyan lesz valakiből szertartásvezető, a te életedben hogyan érkezett meg ez a nagyon különleges szakma? Mindig is empatikus és nyitott voltam az emberek iránt. 4 diplomám van, amely mindegyike családjogi területhez köthető. Így dolgoztam egy olyan hivatalba, ahol volt házasságkötőterem is. Így amikor láttam az odaérkező párokat, mindig nagyot dobbant a szívem, és rögtön azt gondoltam, hogy ez igazán testhezáró feladat lenne számomra is. Nagyon sokat beszélgettem az ottani anyakönyvvezetővel is, aki mindig arra bíztatott, hogy legyek az ő utódja, de én a házasságkötő termen kívüli kreatív megoldást választottam, és így lettem esküvői szertartásvezető. Szerencsére sok külső megerősítést is kaptam ebben, képeztem magam, és elkészítettem az álomszertartás.hu weboldalamat, melyet saját magam készítek, én töltöm fel tartalommal, és most már sok-sok évnyi tapasztalattal és ötlettel igyekszem segíteni az oda látogatókat. Picit menjünk vissza az elejére. Mitől szeret bele az ember ebbe a szakmába? Mi az, ami vonzóvá teszi? Neked mi tetszett benne legjobban? Először is, ahogy említettem, azért én családjogi területen dolgoztam, tehát mindig is közel voltam az emberekhez, az emberi sorsokhoz, és azért nagyon-nagyon jó érzés egy olyan pillanatnak a része lenni, ahol két boldog pár van. Azért ezen te is túl voltál már ekkor, tehát már megtapasztaltad, hogy mi az egy esküvő, és ezt most minden héten, minden hónapban újraéri az ember, ugyanúgy picit beleszeret a párba, ugyanúgy velük van, ugyanúgy megéli velük a boldogságot? Pontosan, és egyébként azért is nagyon különleges ez az egész, mert nincs két egyforma pár, és nincs két egyforma esküvői szertartás sem. Tehát mindig megismerem a párokat, mindenkinek külön életútja van, külön kis sztoriuk van, úgyhogy nagyon különleges élmény mindezt összefoglalni, és egy igazán személyes szertartást megtartani nekik. Miért fontos az, hogy ne a hivatalban? Nyilván az is egy út. Dönthetnek úgy a párok, hogy ott szeretnék összekötni az életüket. De mit ad hozzá egy külső helyszín, valami különlegesség? Miért választják ezt a párok? A párok legtöbben azért választanak szertartásvezetőt, mert szeretnének eltérni a megszokott sablonszövegektől a szertartás alatt. Ez a legfontosabb szempont nekik, illetve esetleg egyedi helyen vagy időben szeretnék lebonyolítani azt. Elmondanék egy-két praktikus információt is, tudnélik azért van, ahol van lehetőség anyakönyvvezető által is külső helyszínen lebonyolítani szertartásokat, de nem mindig. Illetve hát korlátozottak a lehetőségek. Aki engem megkeres, az mindenképpen valami személyes, különleges, vagy akár formabontó szertartást szeretne. Hogyan néz ki egy ilyen találkozó? Mire vagy kíváncsi? Mit kérdezel tőlük? Hogyan kerülsz hozzájuk közelebb? Hát első körben mindig úgy történik, hogy a pár megkeres engem, tehát megtörténik egy kapcsolatfelvétel, amikor vagy személyesen, vagy online beszélgetünk. Ilyenkor azért el tudják ők is mondani, hogy mire vágynak, mi lenne az elképzelésük, és természetesen én is el tudom nekik mondani, hogy én milyen technikákat alkalmazok, hogy tudom személyessé tenni az ő szertartásukat, és már akkor is segítem őket jó pár ötlettel, és ha működik a szimpátia, akkor utána megindul a közös munka. Mik azok a különlegességek, amiket te tudsz nekik hozzátenni, ajánlani? Talán a legfontosabb szempont az, hogy sok időt tudok rájuk szánni. Tehát ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megismerjem őket. Az anyakönyvvezetőnél ugye nincs lehetőség arra, hogy hosszabban beszélgessenek, hogy megismerje az anyakönyvvezető a saját kis sztoriukat, akár lehet egy jó kis történet a megismerkedés kapcsán, akár egy vicces történet az eljegyzés kapcsán, és nincs idő ott arra, hogy mindenkinek személyes hangvételű és igény szerinti szöveget írjon az anyakönyvvezető. Erre van a szertartásvezető, én is. Miután megismerem a párt, tényleg nagyon eltérő habitusú emberekkel találkozom, és éppen ezért nincsenek sablonszövegek, mindenkinek külön írom meg a szertartásukat. Természetesen elsődlegesen azt veszem figyelembe, hogy az ő elképzeléseik megvalósulhassanak azon a nagy napon, és én is szeretnék a saját tudásommal még plusz hozzátenni ahhoz, hogy minden tökéletes legyen. Mit látsz, mitől lesz sikeres egy esküvő? Mitől lesznek boldogok? Mitől érzik azt másnap reggel, amikor felébrednek, hogy igen, ez életem egyik meghatározó pillanata volt? Én esküvő előtt mindig azt javaslom a pároknak egyébként, hogy
mindig engedjenek el már mindenféle elvárást, és mindig azt mondom nekik, hogy olyan nincsen mindegy, hogy 20-an vannak a vendégek közül, vagy 100-an, hogy mindenki azt mondja, hogy ez így volt tökéletes, viszont nem is kell, hogy így legyen. A legfontosabb szempont, hogy utána ők azt érezzék, hogy ez az ő szertartásuk volt, és tényleg olyanra sikerült, amilyennek szerették volna, és az a sütemény is finom lesz, hogyha a hab éppen elkenődik, viszont azért a szertartás nagyon-nagyon hozzá tud járulni szerintem ahhoz, hogy utólag is egy olyan emlék maradjon meg a párba, ami tényleg életre szóló. Marán, hogy elérzékenyültél szertartás közben te is? Most kirázott egyébként a hideg, volt ilyen, természetesen volt. De hát a jelenlét az fontos, tehát nyilván nem azt jelenti, hogy ott elkezdtem sírni, de bizony vannak nagyon megható pillanatok, és volt bele olyan szertartásom is, ahol olyan személyeket adtam össze, akik hozzám közel álltak, és nyilván ott van személyes érintettség is. Voltak-e olyanok, akik mondjuk ismertek, vagy egy egészen más típusú esküvőre, szertartásra vágytak, és azt gondolták, hogy ennek a fényét tudott akár te is emelni? Nagyon sok különleges esküvői szertartást tartottam. Volt természetesen olyan híres közéleti személy, ahol nagyon fontos volt a titoktartás. Volt egy olyan párom, ahol a vőlegény indiai volt, nagyon szívesen emlékszem vissza erre is, vagy volt például a spanyol, magyar nyelven tartott esküvői szertartásom, ahol szintén a vőlegény volt spanyol. Ezen kívül szívesen emlékszem vissza egy magyar válogatott vízilabdázónknak a szertartására, de nagyon várom például a holnapi napot is, ahol egy nagyon híres magyar szupermodellt fogok összeadni, aki Amerikában él, a szintén híres amerikai párjával, de fontosan elmondanom, hogy nekem minden párom különleges. Azt gondolom, hogy ez a titka, hogy mindegyikre úgy tudsz nézni, hogy egyediek és soha meg nem ismételhetőek, és az ő pillanatuk is valószínűleg abban a pillanatban teljesen egyedi. Amikor azt mondtad, hogy volt magyar-spanyol, indiai-magyar holnap, akkor nem tudom, hogy két nyelvű szertartás lesz. Nem nehéz egyszerűen két nyelven elmondani ugyanazt, egyáltalán a nyelvi különbségeket, ezeket hogyan oldod meg? Az az igazság, hogy ez nagyon klasszul működik. Tehát sokakban felmerül ez a kérdés, de nagyon szépen és zöggenőmentesen lehet ezt lebonyolítani. Ugye ilyenkor az egyeztetések is sokszor angol nyelven bonyolódnak természetesen, és a szertartás szöveg magyar és angol nyelven készül el, de ezt nem úgy képzeld el, hogy először elmondom az egészet magyarul, és aztán angolul, hanem természetesen folyamatában zajlik az egész úgy, hogy mindenki élvezi a szertartást, és fenn van tartva abszolút az érdeklődés. Ki a kritikus? Ki az, aki dönt? Mit látsz? Mi a tapasztalatod? A nők vagy a férfiak választanak inkább szertartásvezetőt? Én egyértelműen úgy látom, hogy a nők. Egy felelősség? Abszolút, abszolút. Tehát, hogy minden momentum a felelősség egyébként. Tehát az, hogy megismételhetetlen ott az a 15-30 perc, nem lehet megismételni, tehát ott és akkor kell tökéletesnek lennie. Azért te is két kamasz fiút nevelsz. Soha nem volt, hogy azt mondták, hogy mama vagy anya, neked miért kell már megint esküvőre menni, amikor nekem nem tudom, sportmeccsen van, foci meccsen van, vagy bárhova kellene menni. Hogyan tudod megoldani azt, hogy a te életed is teljes legyen, és mellette ezt is örömmel, szeretettel tud végezni? Természetesen, mint minden, ilyen szempontból ez is jár lemondásokkal, hiszen ha belegondolunk, akár már egy évvel korábban tudom azt, hogy azon a hétvégén, vagy azokon a napokon biztos, hogy nem fogok tudni akár egy családi eseményt. Ilyen hamar kell foglalni nálad? Bizony. Szóval megszakítottalak, tehát tudod előre akár egy évre, és akkor egy próbáljátok a köré igazítani. Próbáljuk, így van, és természetesen visszatérve a kérdésedre, a családom, a párom és a gyerekek egyébként mind jó fejek és elfogadóak, és látják, hogy ezt szeretem, úgyhogy abszolút támogatnak ebben. Ugyan tudod elérni, hogy ne csak ők érezzék jól magukat, a násznép is jól érezze magát, és közben megtörténjen az a formalitás is, hogy két ember összeköti az életét. Nagyon érdekes, amit kérdezel, mert amellett, hogy mindenki szeretne különleges vagy akár formabontó szertartást, a legtöbb párom még mindig ragaszkodik a hagyományos elemekhez. Gondolok itt arra, hogy esetleg nemzeti szalagot viseljek a szertartás alatt, vagy hogy meg legyenek tartva az ilyen elemek, mint az aláírások a tanúkkal és ugye a párral, a gyűrűhúzás. És természetesen e köré épül az összes többi, ahol viszont igazán lehet kreatívnak lenni. Most ugye azokról beszélünk, akik életükben először kötik össze az életüket a nagy napon, az esküvőn. De csak az esküvőn van szükség szertartásvezetőre? A szertartásvezetés mellett, amit ugye az esküvőkön nyújtok szolgáltatás, mint fogadalom megerősítő szertartásokat is tartok. Mind a két esemény nagyon különleges. Mi az a pontosan a fogadalom megerősítés? A
fogadalom megerősítő szertartást általában kerekházassági évfordulókon szokták kérni. Azt kell elképzelni, hogy van egy házaspár, aki mondjuk a 25. vagy 50. házassági évfordulóját ünnepli, azért ez egy szép kerek szám, és szeretnék egy picit feleleveníteni ugye a házasságkötésük meghitt pillanatait. Én azért szeretem például a fogadalom megerősítő szertartásokat, és azért különlegesek, mert itt nagyon-nagyon komoly életutak húzódnak már meg egy-egy párra, visszamenőleg akár 50 évre, nagyon sok mindenen keresztül mennek, és nagyon megtisztelő, hogy ezt megosztják velem. Én azt kívánom, hogy ezzel a mosolya bátoríts majd minden párt a jövőben is, hogy legyen nekik ez a nap, az a bizonyos nap, valóban életük egyik legszebb napja, pedig köszönöm, hogy egy picit közelebb engedtél ehhez a szakmához bennünket. Köszönöm szépen, Márti!